Hello, good morning. Igen, tessék. Jó napot kívánok. Szendrei Ervin urat keresném. Kőfaragó épület szobrász. Én vagyok az. Tiszteletem, Kanalasz Gyula vagyok, ne haragudjon, egy zavarom, Tápió Szent Mártonban láttuk meg a kedves feleségemmel, a Veselény utcában van ismerősünk, ott volt kín a tábla, az ön számával, onnan tudjuk. Kanalasz Gyula vagyok, a száztagú cigányzenekarból az egyik, csak azért, hogy művész roma, mert van, mikor itt ezt keverik. Szendrei úr, egy megrendelés miatt hívom önt. Igen. Az a kérdés, hogy... állatokat, például oroszlánt tud-e egyáltalán ön készíteni, mert szeretnénk ilyet a gyereknek születésnapjára meglepetésnek. Oroszlánt. Hát olyasmit, mint ami van a láncidnál. Ha esetleg olyan hű, precíz, mása lenne, az is baró, de... Mikor lesz a gyereknek a születésnapja? Az majd június 28. Június 28. Annyit jelent, hogy... Na most várjon, most az a helyzet, hogy nem kell nekünk, hogy tömör legyen, hanem bőven elég, ha ez üregesz. Üreges. Tehát ne, nyilván, mert szokad bújockáznak, fogockáznak ezek a lány. Szokad bújockáznak, fogockáznak ezek a gyerekek. Azért szeretném... Hát, tömbből meg lehet csinálni, de csak gránittal dolgozunk, mert ilyen homokkő meg egyedekkel, ami nem időtállóan van, én nem foglalkozok. Na, de ez beltérre lesz. Igen, és mekkorába gondolták ezt? Hát, nézd, amiből el tud bújni a gyerek, hogyha van ez a játék. Amiből be tud bújni a fogockában a gyerek. Hol szeretne? Az elején vagy a hátulját szeretne? A hátsó nyíláson, melyiken? Hát mindegy az. Hát elől szerintem nem, mert akkor azt észreveszik. Hát oldal, így van, így van. Ez a másfél méter lehetne körülbelül. Másfél méter. Ezt gondolom a szobába szeretné, vagyis a beltéren szeretné hát felhelyezni. Ez nappali, egy viszonylag nagy tágaszázban. De nem tetőteres, ugye nappali? Kupolás? Nem tetőteres, ugye? Hát van emellett, de ez a nappaliba lesz. Az alsó szinten. Persze. Már csak azért mondom, mert azért az oroszlán súlyba is, azért most úgy mondom magának, hogyha egyet ráz magán, vagy megrázza a sörényét, hogy gyorsan leszelad a pincébe, a súlyánál fogom, mert ez körülbelül egy olyan másfél tonna. A betyárja. Na most ez színezhető, ez a oroszlán. Milyen színre? Milyen színre szeretné színezni? Hát élénk színbe gondolkodunk. Kövört vadgalom szürke, vagy babarózsaszínre tudjuk színezni. Megmondom mi, mert a gránit az világ minden pontjáról érkezik az országba. Na most innentől kezdve Zimbabvéból, Dél-Afrikából jönnek ezek a fekete, sötét árnyalatú kövek. Itt Európában azért már vannak élénkebb színek, de az oroszlánt azért próbáljuk már meg ne zöldből vagy sárgából csinálni. Hát, nézzük, két dolog. Egyik, hogy a gyerek bútoraihoz menjen, de akkor meg zöld lenne a legjobb, az meg hülyén néz ki. Az oroszlán. Hát ez én goromba oroszlán zöld. Mi ez a babarózsa szín, az mégis lánya gyermek, úgyhogy Evelina lelkem. Egyem a szívét neki. Evelina lelkem, 8 éves lesz. Na, 8 éves. Lehetne egy ilyen nagyobbat, ezt a másfél méterest, amiben bele tud bújni. Nincsen probléma, még egyszer mondom, ez helyigényes. A nappaliba az a másfél méteres önök által megrendelt kőoroszlánnak sincs semmi probléma, de ott melyik zenekarba ténykedik ön? Száztagú cigányzenekar, Kanalasz Gyula. Az a 100 ember kellene én nekem, aki beviszik ezt az oroszlánt. Azt beemeljük, az darúval, bár... A Gordonkára feltesszük, vagy valamilyen, nem tudom én... Bőgőzöm, uram, bőgőzöm. Nem, maga lehet, hogy bőgőzik, de mit tudom én, a Gordonkára feltesszük, azt akkor úgy betoljuk, ott meg az a 100 ember megemeli, mert mondom azért súlyba ez, szóval nem gyerekjáték. Jó, hát ez... Meg valakit ne, hogy megmarjon a végén. Picit úgy érzem, viccel ezzel, de ez nagyon komoly. Nem viccelek, A beemelést azt gondolom szakmailag megfelelő embert megkeresik, ezt be fogják tenni a helyét. Na most... Részünkről nincsen probléma, egyetlen egy dolog van, egy megrendelőt kell írnunk. Körülbelül ez mennyibe kerülne, Szendrei úr? Csak azért, hogy igen, vagy ha több esetleg más megrendelés esetén van-e kedvezmény? Hát, hogyha az egész állatkert, megfaragjuk, akkor esetleg. Ne állatkert, ez a gyereknek ez ajándékba, ez meg lesz. Ajándék. Na, akkor azt mondom azt, hogy... Szerintem másfél... annyira meg elmondom, szóval mi még tervezünk konyhát is, ezt a mediterrán vonalat. És hát ez ilyen mediterrán vonal, nagy párkánnyal, könyöklővel. Igen. És itt mindent kőből szeretnénk. Igen. Azt kéne kis oroszlánokat, vagy kis puttókat, angyálkákat. Ide szeretnénk egy 8-10 darabot mindegyikből. Meg egy napernyőt kőből. Napernyőt. Hát az, amit már fixén ki van nyitva, mert ez... Hát találkoztam már rengeteg elképzelésre így a megrendelőim között, de azért még ilyet, hogy napernyőt kőből, azt úgy nem tudok. Hát azért ritka. Megmondom, hogy van megoldás. Arra ez is... Meg tudják azt cikozni felül? Cikosz legyen. Hogy cikosz legyen a nap. Cik. Persze.
Mindent megoldunk. A lehetetlen, azonnal teljesítjük. A csodákra egy kicsit várni kell. No, sokat nem, csak egy kicsit. Tehát egy ilyen nagyobb megrendelés esetén gondolkodjon, hogy... Biztos vagyok benne, hogy meg tudunk egyezni. De számlaképesek vagyunk, úgyhogy onnantól kezdve az áfát azt gondolom, hogy... Azért számla, az maradjunk kettőnk közt, az nem kell. Olyan nincs. Mi... Tőlünk, nem. Nem, számla nélkül semmit, megmondom őszintén, jó. Mert nem. Na, jó, szóval... Azért tisztesség, ez vállalkozás, ez nagyon jó. Na most akkor összegezzük. Most lesz egy kőoroszlán a gyereknek, baba rózaszín. Lennének a kis puttók, kis oroszlánok ki a mediterrán konyhába a könyöklőre, és a kőből a napernyő. Várjunk már. Kinti korlátokra kis oroszlán. Igen, gondolom ez a nagy oroszlánnak a gyerekei lennének. Hát ezt, tovább vihetjük ezt a vonalat. Most, azért mondom, igen, na most meg a kőnapernyő. Szendrei úr, még annyi, mert a nejem az egy ilyen teljes ilyen horoszkóp őrült, hogy lehetne a oroszlánok különböző horoszkóp jegyek, tehát egy nyilasz, egy kosz, meg a többi. Igen? Tehát maga az oroszlán, az marad oroszlán, és közben igen? Önti a vizet. Aha. Szóval akkor úgy látom, hogy akkor maguk nem kis pályások. Mondja az időpontot, mondja a találkozó helyszínét. Hát, uram, holnap esetleg. Látványtervet addig meg tudom csinálni, de azért javaslom önnek, hogyha az úgy van, mert az ő részéről tényleg nem komolyton az egész dolog, akkor szerve reggel hívjon föl telefonon bármikor, vagy dobjon egy SMS-t, hogy hol találkozunk és... Hány órakor? Részemről nincs akadálya. Szentrejű, köszönöm szépen. Ezzel nem viccelnék, megmondom. Ha viccelnék, akkor azt mondanám, hogy én Harsányi Levente vagyok, és a Music FM-ben volt az önindítóban a telefonbetyár. Szendrei Ervin, Levi. Mózes Pali szeretett volna téged megviccelni. Remélem, hogy sikerült neki, úgyhogy őt kell. Most kimegyek a temetébe, azt agyon verem.